Szia, Tompa Éva vagyok a Hélvitától. Sajnos a keringési problémákkal járó szédülés sok ember számára mindennapos problémát okoz. Már a régi időkben is aktuális probléma volt a szédülés, de akkor még gyógynövényeket használtak, nem pedig gyógyszereket. Megemlítek most néhányat. A galagonya az egyik legjobb. Gyakran szokták tea formájában használni keringési problémákra. Így úgy naponta 2-3 csészével jó hatással van a szívizmokra, és a magas vérnyomást is enyhíti. Öntsünk a levelekre forró vizet, aztán hagyjuk állni 10 percig, és már iható is, de a gyümölcse is kimondottan nagyon jó. Körömvirága, benne található hatóanyagok miatt nagyon jó lehet szédülése, de emellett még gyulladáscsökkentő, gombaölő, görcsoldó és antibakteriális hatású is egyben. Segíthet még az emésztésen és különféle problémákon is. A cickafalt is nagyon sokat, sok esetben segít, nőgyászati problémákra is szokták használni, de a keringési problémák ellen is bevethető. Készítsünk belőle teát, és igyunk napi 2 csészével legalább 6 hétig. A fagyongy is szuper, ezt hideg vízzel kell leönteni, majd 10 órán át kell hagyni állni. Jó a szédülése, fejfájása, magas vérnyomása és a keringési problémákra úgy szintén. Én remélem, hogy mostantól elkezded ezeket használni, és elhagyod a gyógyszereket. Remélem, hogy segítettem, hogyha tetszett neked a videóm, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánk. Én köszönöm, hogy megnéztél, szia!